Segítség a rászorulóknak, napi egyszeri melegételt kapnak idén-nyáron is a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek. Szakmai vizsgák. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum közel 1600 tanulója tett sikeres szakmai vizsgát az utóbbi hetekben. Nyáron megnő a lakásbetörések száma, a gyerekek és az idősek a tolvajok célpontjai. Nyíregyházán már több mint 700 jogosult igényelte meg a nyári gyermekétkeztetést, a levelegi konyha pedig Besenyőddel együtt közel 300 gyermeket lát el a nyári szünetben. Ez a Kölcsey Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A jogszabályok szerint június 16-ától minden önkormányzatnak biztosítania kell a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára. Erre az állam biztosít forrást. A kormány számára kiemelten fontos, hogy az iskolai szünetekben is biztosított legyen a hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő étkezése. 2016. januárjától az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk erről. A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt az iskolai gyermekfelügyeletet és ezzel párhuzamosan az iskolai étkeztetés lehetőségét június 26-áig kell megoldania az intézményeknek. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára pedig a szünidei gyermek étkeztetést június 16-ától kell biztosítaniuk az önkormányzatoknak. Most ugye a járványidőszak egy kicsit megkavarta a dolgokat, de ettől függetlenül 16-át követően minden egyes gyereknek, aki igényelte, ahol a szülő igényelte azt, hogy nyári szünidőben gyermekétkeztetésben vegyen részt a gyermeke, az meg fogja kapni. A konyhánál előre kidobozolt adagokat készíteni, és ezeket az adagokat lehet majd naponta fölvenni egy aláírás ellenében. Az igénylők száma az kb. 250 szokott lenni leveleken, mert ugye a konyha két felé főz, mert besenyőzés mi látjuk el. A két településen kb. 350 gyerek igényelte az ellátást, ugyanakkor valójában körülbelül ennek a fele venni csak igénybe. A jogszabályoknak megfelelően járnak el Nyírtelken is, ahol az elmúlt évek tapasztalata alapján a nyár folyamán fokozatosan nő az étkezést igénybe vevők száma. Nyár elején közel 20, nyár végére eléri a 80 főt. A jogszabályok alapján működik ez nálunk. Két feltétele van, tehát egyik a rászorultság, a másik pedig az, hogy igényelni kell, és amikor ez elindul, akkor nyilván sokkal kevesebben szoktak lenni, de aztán az a jó ebben, hogy a hónap közepén, a nyár közepén, aki tudja, hogy otthon van a gyereke, az folyamatosan igényelhet, és akkor megfőzzük neki, kidobozoljuk, és aztán pedig a konyhára bejöhet, és átveheti az elkészített ételt. Nálunk ez azért érdekes egy kicsit, mert ugye most évközben itt Nyírtelken minden gyermek, aki a bölcsődénkbe, óvodánkba, iskolánkba jár, ingyenesen étkezik, és ugye most volt ez a járványidőszak, ezt mi tartottuk, de amikortól átállunk majd nyári étkezésre, akkor már csak azok vehetik ezt igénybe, ahogy mondtam, akik hátrányos helyzetűek, illetve kérik ezt egy nyilatkozat formájában. Míg a kisebb településen, Nyírteleken lehetőség van személyesen átvenni az ételt, vagy meghatalmazott segítségével eljuttatni a gyermekekhez, addig Nyíregyházán kizárólag házhoz szállítással kaphatják meg az érintettek. Nyíregyháza önkormányzata 2016 óta biztosítja jogszabály alapján a szünidei gyermekétkeztetést. Azt megelőzően is biztosítottuk, de akkor pályáztunk rá. Most az államforrás biztosít, amelyet az önkormányzat kiegészít. Így azt jelenti, hogy 600 forint értékben napi egy tál melegételt biztosítunk a rászoruló gyermekek számára. A jogszabály nem változott, illetőleg a veszélyhelyzet miatt sem módosult a jogszabály. Ez azt jelenti, hogy a korábbi éveknek megfelelően a nyári szünetben munkanapokon biztosítjuk a hátrányos, illetőleg halmozottan hátrányos gyermekeknek az ételt. Azt is megszokhatták a korábbi években, hogy házhoz szállítással oldottuk meg. Ez az idén is így fog történni. Tehát azt jelenti, hogy a gyermekek minden munkanapon, tehát hétköznap 10 óra és 14 óra között kapják meg. Az információkat egyébként meg lehet tekinteni a honlapon, illetőleg majd a Napló újságban is közzétesszük a felhívást. Körülbelül Nyíregyházán 1000-1500 körül mozog a rászoruló gyermekeknek a száma. Ez idén 950 gyermeket jelent, és már 734-en igényelték. Lehetőség van arra, hogy ha még a szülő nem igényelte meg gyermekére, és rászorult, hogy ez bármikor a nyár folyamán megtegye. A nyári gyermekétkeztetéshez a kormány biztosítja a szükséges forrásokat. 2010 óta közel háromszorosára nőtt az erre fordított támogatás, jövőre pedig tovább nő a gyermekétkeztetésre fordítható összeg. 2021-ben már több mint 86 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra, adta hírül az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkársága.
Közel 1600-an tettek sikeres vizsgát a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláiban az elmúlt hetekben. A koronavírus miatt elsősorban a gyakorlati számonkérés során változtak meg a feltételek. Ezekhez azonban a tapasztalatok szerint jól alkalmazkodtak a tanulók. A szakmai vizsgák írásbeli feladatsorát május 25-e és május 29-e között írhatták meg a szakképzésben tanulók, ugyanazokkal az egészségvédelmi feltételekkel, mint amelyeket az érettségi során alkalmaztak az iskolák. A Nyíregyházi Szakképzési Centrumon belül közel 1600 tanuló adott számot tudásáról az elmúlt hetekben. Mint azt az intézmény főigazgató helyettesétől megtudtuk, az írásbeli vizsgák a vártnál is jobb eredményeket hoztak, ami bizonyítja, hogy a veszélyhelyzet idején is hatékony volt a diákok felkészítése. A gyakorlati számonkérések éppen hétfőn értek véget. A járványidőszak okozta új kihívásokra, azonban a tanulóknak és az intézményeknek is fel kellett készülniük. Itt általában egy kicsit később kezdtünk az érettségi vizsga miatt, hogy egyszerre ne tartózkodjon bent sok diák az iskolákba. A gyakorlati vizsgákon a maszkviselete az kötelező volt, gumikesztyű viselete megengedett, viszont kézfertőtlenítőszert azt biztosítottunk mindenhol. A terveket azt sűrűn légfertőtlenítettük, vagy légcserésztettük, illetve egy vizsgateremben maximum 10 tanuló tartózkodhatott, azonban ez sikerült a centrumhoz tartozó valamennyi iskolában úgy megoldani, hogy nem voltak többen a vizsgateremben, mint 4-6-an, inkább több termet vontak be a vizsgáztatásba. Az érintkezések számának minimalizálása érdekében úgynevezett demonstrációs eszközöket alkalmaztak a gyakorlati vizsgafeladatok során. Ilyen volt például a fodrász és kozmetikus vizsga, ahol baba fejhelyettesítette a modelleket, de eltérően bonyolították le a pincérek számon kérését is, ahol a vizsgabizottság asszisztált a vizsgafeladatokhoz. A koronavírus járvány következtében a felvételi eljárás és a beiratkozás feltételei is megváltoztak. Előnyben részesítjük az elektronikus beiratkozást, ezt a Krétanapon keresztül. A diákok, a nyolcadikos diákok a saját iskolájuktól kapnak belépési lehetőséget a Krétának azon felületére, ahol a beiratkozást azt el lehet végezni. Másként zajlottak az orvosi alkalmassági vizsgálatok is. Itt is kiküldésre került egy felvételi lap tulajdonképpen a szülőknek, illetve a diáknak, és ezt visszaküldve állapította meg a doktornő, hogy be kell hívni a diákokat még egy alkalmassági vizsgára. Amennyiben már most szükség volt rá, akkor azt a szigorú óvintézkedések mellett már megkezdték az orvosok. Pivonka Szilvia hozzátette, azok számára, akik nem rendelkeznek interneteléréssel vagy egyéb ok miatt nem tudnak online beiratkozni, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosítanak a személyes jelentkezésre is. Újabb jelentős viharkárok keletkeztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hétvége során. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint pénteken és szombaton közel 50-szer riasztották a megye tűzoltóit. Majdnem 20 esetben kellett beavatkozni úttestre vagy épületre boruló fa miatt. 20 helyszínen pedig az orkán erejű szél bontott meg tetőszerkezeteket. Tuzséron és Tiszabercelen villám okozott tüzet, de a megyeszékhelyen is sürgős beavatkozásokra volt szükség. Pénteken és szombaton a vihar miatt közel 50-szer riasztották megyénk tűzoltóit. A károk felszámolásában részt vett az Ibrányi járási mentőcsoport is. Közel 20 esetben úttestre, épületekre dőlt fákat távolítottak el a tűzoltók. 20 helyszínen rongálta meg a viharos erejű szél épületek tetőszerkezetét. Tuzséron a Jászmin utcában családi ház kéményébe csapott villám, és a mellette lévő szarufa meggyulladt. A kisvárdai és az Áhonyi hivatásos tűzoltó kiérkezése előtt a tulajdonosok a tüzet eloltották, a beavatkozók a baleset veszélyes égéstermékkel vezetőt visszabontották. Tiszabertelen is villám okozhatta a tüzet egy 150 négyzetméteres tárolóban, amely teljes terjedelmében égett. A lángokat a nyíregyházi hivatásos, az Ibrányi önkormányzati és a rakamazi önkéntes tűzoltók 4 vízsugárral fékezték meg. Nyíregyházán a kert közben parkolóautóra szakadt rá egy faág, amelyet a városhivatásos tűzoltói távolítottak el motoros láncfűrésszel. Tiszabercelen a főutcában az úttestre dőlt fa, a Tisza utcában villám csapott egy 30 méter magas platánfába, így az ketté hasadt és a kerítésre, valamint az épületre dőlt. Ugyanitt trambulinak adszent egy fán. Ne írjuk ki közösségi oldalakra, ha hosszabb időre nyaralni megyünk, valamint kamera és mobilos applikáció segítségével tartsuk szemmel a lakást. Csak néhány alapvető tanács a rendőrség részéről a nyári betöréses lopások elkerülése érdekében. Az elmúlt évek prevenciós kampányai hatására Szabolcs-Szatmár-Bereg megye már csak a középmezőnyben van az ilyen típusú bűncselekmények számát tekintve.
Bár a koronavírus felforgatta az emberek életét, lassan minden visszatér a régi kerékvágásba, így például az utazásokat tekintve is. Már nyaralhatunk külföldön, a gyerekek pedig különböző táborok közül válogathatnak. Ilyenkor a lakás üresen marad, ez az év többi szakában is előfordul, mégis nyáron gyakoribbak a betörések. Az országszerte megszaporodott ilyen jellegű bűncselekmények oka, hogy bár jól ismerik a szabályokat, mégis sokan a közösségi oldalakon, nyilvános posztban tudatják a világgal, így a betörőkkel is, hogy hosszabb ideig senki nem fog a lakásban tartózkodni. Egyáltalán a lakásnak a belsejéről fényképeket, fotókat feltenni a közösségi oldalakon nem túl szerencsés. Készpénzt tárolni nagy mennyiségben szintén óvaintünk mindenkit, hogy ezt a gyakorlatot kövesse el. De nagyon fontos még az is, hogyha valakinek több nagyobb értékű tárgya van, gondolok itt ékszerekre, vagy akár porcelánokra, akkor arról érdemes egy házi leltárt készíteni, esetleg fényképfelvételt készíteni róla, ha mégis megtörténik a lakásbetörés, akkor abban az esetben a rendőrségnek tudja prezentálni, hogy ez is ez tűnt el, így néz ki, hogy tudjuk, mit kell keresni. Ami nagyon fontos dolog, hogyha mégis valamilyen módon beütnek a lakásba, és valaki ennek szenvedő alanya lesz, és ezt észreveszi, hogy betörtek hozzá, akkor ne kezdje el keresgélni, hogy miért tűnt el, ne változtasson a helyszínen semmiképp, hiszen ez nagyon fontos nyomokat tartalmaz, ami az eredményes nyomozáshoz szükséges. A 112-es segélyhívót kell hívni ebben az esetben is, megvárni a rendőri intézkedést. Amennyiben lehetőség van rá, érdemes bekamaráztatni a lakást. Erre már számos táv megfigyelő rendszer létezik, amelyek beszerzésére egyre szívesebben áldoznak pénzt az emberek. Számos olyan esettel is találkoznak a hatóság emberei, amikor nem üres lakásba törnek be az elkövetők, hanem az otthon lévő idősek hiszékenységét használják ki a tolvajok. Szerencsére az utóbbi időszakban ez jelentősen visszaesett, de közműszolgáltató embereinek adták ki korábban magukat. Nagyon fontos tudni azt, hogy ha valaki egy ilyen hatóságnál, szervnél dolgozik, akkor fényképes igazolványnál kell rendelkeznie, megvan a megfelelő formaruha. De még akkor is megvan a lehetőség arra, hogyha valaki be akar jutni az ingatlanba, hogy akkor egy központi telefonszámot felhívnak, és hogy megkérdezik, hogy egyáltalán kollégáik valóban akarnak itt nálunk akár a mérőórát megvizsgálni, vagy bármilyen más a szolgáltatások kapcsolatos tevékenységet végezni. Tehát ez könnyen kiküszöbölhető. De voltak árrendőrök is a korábbi években, akik árrendőrnek adták magukat ki, de nagyon fontos tudni azt, hogy ha valaki civil ruhás rendőr, akkor jelvénnyel és szolgálati igazolvánnyal kell rendelkezni, és szintén fel lehet hívni egyébként a 112-es segélyhívót afelől, hogy valóban ez a, aki rendőrnek adja ki magát, az valóban az-e vagy sem, bár önmagában az igazolvány és a jelvény az már igazolja azt, hogy valaki hivatásos rendőr. Önmagában pedig az egyenruhás rendőri állomány, az egyenruha és a rajta lévő jelvény az igazol, de nyilván nekik is van szolgálati igazolvány, amit fel tudnak mutatni. Az idősek mellett a gyerekek naivságát is gyakran használják ki a bűnözők, könnyen kinyitatják velük a bejárati ajtókat. Ezért a szülők felelőssége felvilágosítani a kiskorúakat arról, hogy milyen szabályokat tartsanak be, ha nyáron egyedül maradnának otthon. Hétfőtől ismét az első ajtón kell felszállni a Volán busz járataira, és bizonyos feltételekkel jegyet, bérletet is lehet vásárolni a buszvezetőktől, közölte a társaság pénteken. A közleményben azt írták, hogy a buszon egyszerre egy jegyet vagy bérletet vásárló utas lehet. A többieknek a peronon kell várakozniuk egymástól legalább másfél méteres távolságban. A jegyvásárlás miatt nem állítanak fel buszvezetőt elhatároló kordont, de az első üléssorokat lezárják, azokon továbbra sem lehet utazni. Május 4-től kötelező a szájmaszk viselése a volánbusz járatain, az autóbuszállomásokon, várótermekben, pénztáraknál és személyes ügyfélszolgálati pontokon. Az utazás során pedig be kell tartani a másfél méteres távolságot, áll a közleményben. 13 a koronavírus járványra vonatkozó kérdésből áll az új nemzeti konzultáció. Az orvosok és a járványügyi szakemberek szerint ugyanis a készültséget fenn kell tartani a járvány esetleges második hullámának megjelenése miatt. A kormány nemzeti konzultációs kérdőívét postai úton juttatják el a háztartásokba, az íveket augusztus 15-ig lehet ingyenesen visszaküldeni. A koronavírus járvány 2020 első felében példátlan helyzet elé állította a világ összes országát, így Magyarországot is. Bár úgy tűnik, a nagyján már túl vagyunk, a szakemberek szerint fel kell készülni a második hullámra, ehhez pedig fontos az emberek véleménye is. Ezért nemzeti konzultációs kérdőíveket postáznak mától egy hónapon keresztül a háztartásokba. A nemzeti konzultáció első kérdése arról szól, hogy a járvány újabb hulláma esetén milyen intézkedéseket támogatnának az emberek. A 9 megadott lehetőségből többet is meg lehet jelölni, így például a kijárási korlátozás bevezetése, a távolságtartás és maszkviselés elrendelése, vagy a 65 éven felüliek külön vásárlási sávjának fenntartása.
A kérdőíven az egészségügyben fenntartandó járványügyi készültségről, az idős otthonok járványügyi védelmének erősítéséről, valamint a védekezéshez szükséges felszerelések magyarországi előállításáról is szerepel kérdés. A kérdőív gazdaságot érintő kérdése például, hogy a járvány elleni védekezés idején a bankok és a multinacionális vállalatok is járuljanak-e hozzá a védekezés költségeihez, illetve hogy ösztönözni kell-e a hazai termékek és szolgáltatások vásárlását, népszerűsíteni kell-e a hazai turizmust, valamint a járvány elmúltával is fenn kell-e tartani a munkahelyvédő és teremtő programokat. A konzultáció utolsó két pontja a migrációval foglalkozik. Azt kérdezik, a kormány továbbra is lépjen-e fel a bevándorlás ellen, és tartsa-e fenn a magyar határ szigorú védelmét, illetve a magyar kormány a Brüsszellel való nyílt konfliktus árán is tartson-e ki a bevándorlás tiltó szabályok mellett. A nemzeti konzultációs kérdőíveket augusztus 15-ig lehet ingyenesen visszaküldeni. Hétfői hatállyal feloldotta a látogatási tilalmat minden kórházban dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos. A tilalom továbbra is érvényben marad a koronavírussal fertőzöttek kezelését végző osztályokon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Józsa András oktatókórházában található COVID-osztály kivételével újra látogathatóak a betegek a TAK kórházakban az osztályok házi rendjében foglaltak szerint. A kórházak bejáratánál továbbra is előszűrést végeznek, csak azok léphetnek be az intézmények területére, akiknél nem merül fel a koronavírus fertőzöttség gyanúja. Arra kérik a hozzátartozókat, hogy egy beteg mellett egy látogató maximum 20 percet tartózkodjon. A kórházakba érkező látogatóknak a maszkviselése kötelező. Vereséget szenvedett a listavezető Ferencváros otthonában a kisvárdai futballcsapat. Bódog Tamás együttese az NB1 29. fordulójában 1-0-ra kapott ki az Üllői úton. A forduló további eredményei a következők: Mezőköves Budapest Honvéd 1-2, Debrecen Puskás Akadémia 2-2, Zalaegerszeg Paks 3-3, Kaposvár Tiósgyőr 3-0 és MOL Fehérvár FC Újpest 2-2. A tabella 9. helyén álló Kisvárda kedden 19 órai kezdettel a 8. Zalaegerszeget fogadja a Várkerti stadionban. A hétvégéig még edzenek a Bozsik Akadémia labdarúgói, majd július 13-án indul a felkészülés a következő szezonra. A Nyíregyháza Spartacus korosztályos csapatai a legmagasabb osztályban lépnek pályára, a Spari második együttese pedig ősztől a megyei másodosztályban szerepel majd. A magyar futball összes csapatához hasonlóan március 16-án a Bozsik Akadémia együtteseinél is befejeződtek a közös edzések. Két hónapon keresztül egyéni edzéstev alapján otthoni környezetben készültek a játékosok, az edzők a fizikai feladatok mellett az elméleti képzésre is igyekeztek hangsúlyt helyezni, mellette tartották a kapcsolatot a szülőkkel is. Sem az edző, sem a gyerekek nem viselték könnyen ezt az időszakot, így minden körült, amikor május 14-én ismét elkezdődhettek a közös edzések. Azóta örökösföldön szinte folyamatosan foglaltak a pályák. Most minden csapatunk munkában van, az azt jelenti, hogy mind a 12 korosztályunk munkában van. Egy pályát kaptunk, azt oldjuk meg, okosan beosztjuk, egy nagyon picit csökkentettebbek az edzésszámok, de délutánunként 3 órától este 8-ig folyamatosan le vagyunk terhelve, vagyis át a pálya, és egészen június 19-éig tartjuk a foglalkozásokat. Utána kicsikkel még maradunk, mert 2 hétig ilyen nyári focitábort szerveztünk, és ez a stadionban még akár most is lehet jelentkezni. Folyamatosan indul június 22-én, 22-26 az első turnusú, és 29-től július 3-áig a másik, és majd nyáron július 13-án fogjuk újra kezdeni, az pedig már egy olyan 6-7 hetes felkészülést lesz az új bajnokságra. A Spari felnőtt keretében jelenleg 11 saját nevelésű játékos, a cél pedig az, hogy az akadémiáról minél többen kerüljenek fel az első csapathoz. Most is oda került azokon kívül, a 2001-es fiúkon kívül a Trencsényi Bence, aki ugyanúgy 2001-es, de utolsó éves volt. Egyébként a Boda Balázs, a Matyi Zoli, a Szokolai Márk, ki ne hagyjak valakit. Ők ott vannak fönt a felnőtt csapatnál, és ott erősödnek. A Starosta Dávid és a Tóth Ádám, ők már régebben fent vannak. Őket nézi a mostani edzői stáb, és majd eldöntik, hogy kik azok, akikre igényt tartanak és maradnak. A többieket nagyon szeretnénk, hogyha a megye 2-es csapatunkban még egy évet érlelődnének, és itt a felnőtt csapatnál tudnának továbbra is edzésre járni.
Mint Németh Károly elmondta, az örökös földre tervezett új edzőközpont hatalmas lehetőségeket nyit majd meg az akadémia előtt. Hosszú évek óta várunk erre, és nagyon valószínű, hogy egy másfél-két éven belül ez már most már valóság lesz. Ez annyiból megkönnyíti majd a helyzetünket, hogy a környékbeli, és úgy mondom, hogy egy ilyen 50 kilométeren belüli vonzáskörzetből szerintem nagyon sok gyerek fog jelentkezni. Nagyon sok kollega szeretne majd itt dolgozni, ami teljesen normális, és nekünk is magasabb lesz a léc, tehát minőségileg jobban kell dolgoznunk. Addig, amíg ez fölépül, addig azon kell munkálkodni, hogy minél komolyabb személyzeti állományt hozzunk létre, és a képzésünk hibátlan legyen. A következő szezonban a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia valamennyi korosztályos csapata a legmagasabb osztályban szerepel majd. A cél az lesz, hogy meghosszabbítsák élvonalbeli tagságukat. Az ifjúságok közül kiöregedő játékosokat foglalkoztató Spari 2 pedig egy osztálya feljebb lépve a megyei másodosztályban indul majd a 2020-21-es idényben. Most pedig nézzük legfontosabb híreinket ismét néhány mondatban. Napi egyszeri melegételt kapnak idén-nyáron is a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek. Az igényt a települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban kell benyújtani a jogosult gyermekek számára. A jelentkezésnek nincs határideje, a nyári szünet alatt folyamatosan lehet benyújtani a kérelmeket. Az elmúlt évekhez képest jobb eredményeket hoztak az elmúlt hetek szakmai vizsgái a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közel 1600 tanulójánál. A koronavírus miatt főleg a gyakorlati vizsgák megváltozott feltételek mellett zajlottak le, amelyhez azonban a tapasztalatok szerint jól alkalmazkodtak a diákok. A nyár folyamán megváltozik a beiratkozás módja, azt javasolják, az elektronikus felületet részesítsék előnyben a sikeresen felvételizők. Ma már mobiltelefonos applikáció és kamera segítségével nyaralás közben is szemmel tarthatjuk a lakást. A rendőrség emellett azt tanácsolja, hogy a hosszabb távollétet ne a közösségi oldalakon jelentsük be az ismerősöknek. Fontos azonban, hogy a szomszéd vagy a közel élő rokon tudjon a nyaralásról, és ha szükséges, ürítse ki például a postaládánkat. Június 15-én hétfőn a Kölcsey Televízió híradóját látták, amellyel holnap este ismét várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításainkért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, zápor, eső több helyütt várható, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi majd az északkeletire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 fok körül alakul. Kedden többnyire erősen felhős lesz az ég, zápor, eső több felé várható, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északkeleti majd az északira forduló szél megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A következő napokban is ciklonális mező, nedves, labilis levegő alakítja a Kárpát-medence időjárását. A hét közepén az erőteljes gomolyfelhő képződésből többfelé számítani lehet esőre, záporra, helyenként zivatar is előfordul felhőszakadás, jégeső, illetve viharos szél kíséretében. A hétvégétől már hosszabb napos periódusok lehetnek, és szorványosan valószínű csapadék, a hőmérséklet lényegesen nem változik.